Na, a másik tesztelő eszközünk és kontrolláló eszközünk az a vérnyomásmérő. Én ezt a készüléket szeretem nagyon, ez egy Omron típusú M3 IntelliSense névre hallgató készülék. Azért szeretem ezt az IntelliSense technológiát, mert ez már a felfújáskor is méri a vérnyomásunkat, és utána, amikor vissza leengedi a levegőt a manzsettából a készülék, akkor is végez egy mérés, és a kettőből számít egy átlagértéket. Nem beszélve arról, hogy ez a készülék folyamatosan érzékeli, hogy meddig kell felfújnia a manzsettát, és nem fújja fel 230-240-ig fölöslegesen, hanem ő érzékeli, hogy mikor szűnik meg ugye a szív dobogás, tehát mikor szorított el teljesen az ereket, és ekkor leállítja a kompresszort, és utána visszaengedi. Tehát egy sokkal kényelmesebb készülék is ez, mint a korábbi verziók voltak. Hát én most már elvégeztem a vérnyomásmérést. Ugye itt a memóriából vissza tudom keresni az eredményeket, tehát így ismét látszódik, hogy 140/87 volt a vérnyomásom, és 70-es volt a púlzusom. Tehát ezt is a naplónak, 140/87 és 70-es púlzus.